képviselőtestület határozata alapján január 1-ével végelszámolásra kerül a Dunakavics Kft., ami Ercsiben különböző közfeladatokat látott el eddig. Mi indokolja ezt a döntést? Tulajdonképpen a Dunakavics, meg az összes Kft-nk, amiket eddig hogy az önkormányzat létrehozott, ilyen nyögvenyelősen működött. Tehát az az attraktivitás, ami egy jó működő vállalkozásnak a magája vagy sajátja, az nem tudott összejönni. És az a támogatási rendszer, ami ki lett alakítva az önkormányzat részéről a Dunakavics irányába, az nem igazából volt konform a jelenleg érvényes adóügyi és pénzügyi jogszabályokkal. Mindig gondolkoztunk azon, hogy ezt hogy lehetne jobbá tenni, vagy hogy lehetne feloldani. Tulajdonképpen a Dunakavicsnak a létjogosultságát ugye átvizsgáltattuk a szakértőinkkel, így az ügyvédjeinkkel és a belső ellenőrünkkel is, és mindenkinek az volt a hatatos véleménye, hogy ez így tovább nem célszerű fenntartani, és ezt gondoltuk át, hogy akkor hogyan és miképpen menjen tovább a városgazdálkodási feladat, és ugye ennek már volt korábban is egy megtapasztalt és kitaposott rendje, amikor városgazdálkodási irodaként működött a hivatali rendszeren belül ez a feladat, ellátás, és ugyanúgy akkor működtettük ugyanilyen normalitással, most is ugyanez a rend alakult vissza, ha jól emlékszem vissza, ez 2015-ig így működött Ercsi vonatkozásában, ha jól tudom, 16-tól lett a Dunakavics erre az 5 évre kitalálva és megalkotva, de én úgy gondoltam, hogy helyes az, hogyha megfelelünk jobban a törvényi jogszabályi előírásoknak, és közben azt a közfeladatot, amit el kell látnia, azt meg tudjuk innen is oldani. Mi lesz a Kft. Dolgozóival? Egyszerűen visszakerülnek az önkormányzat alkalmazásába? Természetesen, tehát magyarul decemberben volt több megbeszélés, mindenkinek el lett mondva, hogy mi a szándékunk, mi a célunk, és mindenkinek azt a biztosítékot nyújtotta az önkormányzat a beszélgetéseken, illetve nyilatkozatokon is alá kellett írni a dolgozóknak. Mindenki vállalta továbbra is az önkormányzati égisz alatt a munkáját, és meg is köttetettek már az új szerződések. Tehát január 1-e óta minden egyes dunakavicsos dolgozó átkerült a hivatalnak a létszámába, és itt vannak, hát nem közhivatalnokként, hanem munkavállalói szerződéssel dolgoznak itt a Városházán. Mi lesz a Kft. Vagyonával és a helyiséggel, ahol most működtek? Vagyona nem volt. Tehát ugye ez is egy érdekes dolog. Egy-két apróságot, amit vásároltak kisgépek, talán ezt a vagyonnak nevezhetjük, ez az övék volt, amivel korábban is dolgoztak. Az pedig az önkormányzat tulajdona volt, tehát ez minden úgy lett megvásárolva, hogy az önkormányzat tulajdona. Csak átmenetileg, vagyis hát nem átmenetileg, amíg a Dunakavics működött, addig az üzemeltetési jogot átadta a város a Dunakavicsnak. Így működtette a traktort, a pótkocsit, a sószórót, meg a különböző dolgokat. Hát az épület az pedig hát a mi épületünkben vannak, tehát tulajdonképpen itt se fizetett a Dunakavics Kft. Bérleti díjat, ezzel is csökkentve kvázi a költségeit. Továbbra is maradnak ott a jelenlegi helyükön? Átmentek a templom felüli szárnyba, és ott van a városgazdálkodási iroda, és tulajdonképpen úgy lett az SMS módosítva a polgármesteri hivatalnál, hogy kialakult egy új iroda, ez a városgazdálkodási iroda, ahova bekerült a Dunakavicsnak az embereinek a létszáma. Oda került még melléjük a közterületfelügyelők, felvettünk egy új dolgozót, hisz a Nagy Gábor kollégánk, aki hosszú éveken itt ilyen műszaki ügyeket kezelt, elment tőlünk, és oda felvettünk egy hölgyet, aki nem új ember, mert ő dolgozott itt már Ercsiben, és hát ő viszi most ezt a műszaki feladatokat, Világosi Zsuzsának hívják.